Saját otthonába fogadta be a későbbi bántalmazó a férfit, aki végül elszerette tőle a feleségét. Az asszony időközben el is költözött, így a két áldozat egy tető alatt volt kénytelen élni. Egyes császár együtt ittak, aminek rossz vége lett. A férj ütni-vágni kezdte a szeretőt, aki hátraesett és súlyos fejsérülést szenvedett. Végül a mentők hozták vissza az életbe, az ügyből rendőrségi eljárás lett, abból pedig bírósági ítélet. A szekszári törvényszék életveszélyt okozó testi sértés büntettében mondta ki a vádlott bűnösségét, ezért 3 év 2 hónap börtönbüntetésre és a közügyek gyakorlásától 4 évi eltiltásra ítélte. A bíró súlyosító körülményként értékelte, hogy a támadó brutális módon bántalmazta a feleségét elszerető férfit. A bíróság súlyosító körülményként értékelte a sérülésnek a súlyát, azonban a enyhítő körülmény a vádlott részbeni beismerő vallomása. Az ítélet azóta már jogerőre emelkedett, mert azt a vádlott és az ügyész is tudomásul vették.